Sokan nézelődtek, keresgéltek és vásároltak ebben a belvárosi használt ruhaboltban ma délelőtt. Március 1-én nyitottak, de néhány nap múlva már be is kellett zárniuk a járványügyi korlátozások miatt. A tulajdonos azt mondta, már alig várták, hogy újra kinyithassanak. Nagyon örültünk neki, nagyon vártuk. Már csak azért is, mert hogy egy hetet voltunk nyitva, ez egy új üzlet, és akkor nyilván vártuk, hogy mi lesz itt az eredmény. Örültünk, hogy végre meg tudtunk nyitni. Hát természetesen a biztonsági előírásoknak megfelelően négyzetméter korlátokat betartva, a kosarakat fertőtlenítve. De a vevők közötti távolságtartásra is figyelnek. A négyzetméter alapú nyitvatartásnak megfelelve ebben az üzletben egyszerre 11 vevő tartózkodhat, ezt ki is írták az ajtóra. Már a reggeli nyitás után sokan érkeztek. A tulajdonos azt tapasztalja, az emberek örülnek, hogy újra szabadon vásárolhatnak. Meglepően sokan voltak, de úgy, ahogy te is mondod, valószínű, hogy ez az, hogy már mindenki vágyott rá, hogy egy kicsit az ilyen jellegű üzletekbe is szétnézzen, illetve hát tudjon egy kicsit kiszabadulni ezekből a hétköznapokból, és egy kicsit vásárolni. Nem csak a ruhaboltok, hanem az egyéb üzletek, például a telekommunikációs cégek is a szokásos vagy annál nagyobb forgalmat bonyolítják. Azt tapasztaltuk, az emberek türelmesen várakoznak a boltok előtt. De nem csak az üzletek, a szolgáltatók is újra kinyithattak ma. A kozmetikusok, fodrászok ismét dolgozhatnak. Minden előírást betartva az üzlet méreteihez képest fogadhatnak vendégeket.